Így érkezett meg a 9,5 éves Fekete Kristóf a fehérvári autópálya rendőrségre. A saját ötlete volt a rajz elküldése, és az anyukájával együtt adta fel a postán azt. Az elküldött rajzra egy üzenetet is írt a rendőröknek. Jó munkát kívánt nekik addig is, amíg ő is csatlakozik majd a testülethez. 8 éves korában döntött el azt, hogy rendőr lesz. Jó lehet nekik az, hogy megvédni a lakosságot a bűnözőktől, elfogni őket. A rendőrfőkapitányságon meglepve tapasztalták, hogy egy ilyen fiatal gyermek ennyire fanatikusan rajong a bűnüldözésért, így el is határozták, hogy felkeresik Kristófot. Itt az autópálya rendőrségen bemutatták neki a járműveiket, így például az úgynevezett elfogó autót is. Gondoltuk, hogy akkor ez nagyon elszánt kisgyerek lehet, ha a saját nevébe, címével feladta a Félmegyei Rendőrfőkapitányság címére ezt a rajzot, és leírta a kis rajz tetején, hogy ő mindenképp rendőr szeretne lenni. Miután Kristóf megismerkedett a rendőrök mindennapi munkájával, a felügyelet munkatársai egy próbakörre is elvitték a kisfiút, aminek szemmel láthatóan örült a rendőrcsemete.